Magyarországon több mint 20 éve ünnepeljük a polgári védelmi napot, hangzott el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság rendezvényén. A polgári védelmi tevékenységgel, a civilek összefogásával a közbiztonság erősödhet, és az esetleges katasztrófák sikeresen kezelhetőek. Kedden Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatásában dolgozók és a civilek segítő munkáját a katasztrófavédelmi igazgató elismerésekkel jutalmazta. Megyénkben sajnos nagy hagyománya van a polgári védelmi munkának, hiszen megyénk eléggé jelentős veszélyeztettségnek örvend, ha így fogalmaznék, az árvizek, illetve belvizek területén. Így nagyon fontos ez a munka, ezek a kollégák, illetve kolléginák, akik elsősorban a védelmi igazgatásban dolgoznak, mind a járáshivatalokban, mind az önkormányzatoknál, és természetesen egyesületi tagokként, valamint magánszemélyekként, akik akár köteles, akár önkéntes polgári védelmi szolgálatot teljesítenek, ők róluk szólt ez a mai nap. A rendezvényen elhangzott, a Dunai Árvíznél megyebeli önkéntesek is segítettek, többek között ezért hirdetett az igazgatóság rajzpályázatot a Víz és Én címmel. Második lettem ezen a rajzpályázaton, itt látható a rajzom. Hát a rajzomon a parlament látható, ahogy az emberek tevékenykednek ott és segítenek gátat építeni, és örülök ennek az eredménynek. A legkisebbek, a 6 és 9 évesek közül egy Máté Szalkai kisfiú nyert. Azt ábrázolja a rajzom, hogy van egy tűzoltógép, amelyik éppen szivattyúzza ki a vizet. A mentő azt ábrázolja, hogy a mentős bácsi viszi a mentőbe az egyik gyereket, amelyik éppen majdnem megfulladt. És azt ott a tűzoltó alatt azt mutatja, hogy rakják le a zsákot, a homokzsákot, egyen bácsi. A pályázatra 60 iskolából több mint 700 alkotás érkezett három kategóriában.